Szeretettel köszöntünk benneteket, ez a gyülekezet imádságos szívvel is, szeretettel várt, és most így fogad benneteket. Áldjuk Isten, aki arra indított titeket, hogy elhozzátok gyermeketeket, és kérjétek, hogy őt is fogadja be a keresztség által a keresztényen a Szentegyházban. Hiszük, hogy Isten akarata az, hogy ő is Jézus Krisztus követője lehessen. Az Úr Jézus Krisztus feltámadása után missziói maradjon adott tanítványainak is, ehhez kapcsolva szerezte a keresztés által a imát. A Máté írása szerint Evangélium 28. részének, 18. és következő versében így hangzik Jézus Krisztus szavára. Néken maradtok minden hatalom menjen és földön. Elmegy még azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelmél őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítványokat, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kérdés Evangéliumából hallgassa még 8. fejezet 12. versét. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki ennél követ nem jár sötétségben, hanem ő lesz az élet világossága. Jézus Krisztus missziói parancsában a keresztel és sátorrend már a kalap igényében nagyon sok mindent kér az ő követőktől. El kell indulni. Aztán folyamatosan úton kell lenni, mindent itt menni kell és tanítani kell tenni. Keresztelni kell és tanítani, aztán megtartani a tanulmakat. Nem könnyű felsorolni sem. Hát Istennek, hogy Jézus nem csupán egy feladat sor, hogy nevem rendű listát hagyott lenni, ami ráadásul megvalósodhatatlan lenne a számunkra, hanem megjelenik az a bennünket így érzik el. Veletek vagyunk minden napon a világ végezetéig. Mert igen, az az úton, amelyre ő hív, és amelyre ő küld, amelyre küldetésünket kaptuk, családban, gyülekezetben és ebben a világban, arról azt mondja, hogy nem kell egyedül menjetek. És nem is kell tettességvel vagy a családdal menni, hanem azt mondja a leghatalmasabb, aki földön is menjen minden hatalom, én veletek megyek. Azon az úton, amelyen lehet találkozni ismerősre és idegennel, lehet találkozni jóval és rosszal, barátságos emberekkel, vagy éppen barátságtalannal. Azon az úton, amit már eddig megtettünk, megtett ez a kis gyermek is, az egész életutókon, ott van az ő drága ígérete, veletek vagyunk minden napon. És akkor mivel jár? Mi a haszon előre? Van egyáltalán ebből valami haszon, hogy nem vagyok egyedül, vagy csak ezt kimondani lehet? Csupán a tudásról van szó, vagy esetleg valami tökről. Azt mondja Jézus, én vagyok a világ világossága. És úgy, hogy jól, hogy valaki egyszer idegen helyen él, nagyon fontos az, egy világosságban legyen meg. Nem sötétségben tartozva kell feltérképezni a telepet, és hogy esetleg egyéb veszély is fenyegeti, akkor azt sem állt, hogyha látjuk azt, mi az, amit el lehet, el kell kerülni. Azt hiszem, hogy sokkal inkább így van az életünk folyamán, mert attól senki sem tudja, nem ismeri előre, érhet bennünket egy váratlan meglepet is, eljutott olyan idegen helyekre, ahol valóban szükség van világosságban való járása, tájékozódása. Jutható olyan döntés helyzetekbe, érhet az életünk olyan kereszteződésekre, ahol bizony csak is egyedül világosságban, az Isten világosságában lehet átadni. Jó, hogy és világosságban szeretnénk szépítést, és úgy tájékozott az életünk felől. És Jézus most azt akarja még tudomásnak adni, hogy ő kész arra, életünknek megvilágosítja. Ahogy a Zsoltáros mondja, lábam előtt fényesen egy igét, következő lépés megvilágítja. Kész arra, hogy az ismeretet, sötétet, világosság és ismerőség legyen, mert ő a világ világosság. És aki ennél követ, mondja Jézus, az nem jár sötétségben. Lehet, hogy még bizonytalanabb a léptei, lehet, hogy még inkább elszaladjuk, hogy valamennyire hozzá. De lehet, hogy mi már nagyon léptekkel haladunk, bátrabbak vagyunk félelem nélkül, aztán mégis újra és újra megtorlanunk. Jézus nem azt mondja, hogy aki
l'ultima del show, dove abbiamo comprato una lì, l'altro ciò che la carica di mani, ma non so, mi ha detto, 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 come il caro Gesù Cristo, Cristo ci permette di svegliare da altro. Sciacchi gli attributi a proprio con Eferi e Zerbali, ma per il corpo con te c'è un altro. Piatto, ziga, filano, sciagliano, sciut, ogni lepos, uven e sciurato, io sono le prese, tish, valente, vittiniano, con le prese, non va bene, siamo ahol csak is világosság lesz, és nem lesz benne semmi sötétség. Vagy a viszonyos, hogy kegyelméről kell az útra, a világosság úgy kell, hogy tudjátok ti is várni, és tudjátok elmegyetetni ebben, Isten segítségével támasz, gondozás adni. Minden nap Isten segítsen a benneket ezen az úton. Amen. Kedves testvéreim, halljátok most meg együtt a gyülekezetnek a hiteteket, fennállva elmondanunk az adatot. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszerű fiában, ami Úrunkban, mi fogadatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a kuplokra, hatalmatlanul feltámadt, fölment a mennybe, ott ült a mindenható Atya Isten jobbjára. Onnan mindent így jönni élőket is szólt. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kedves család, hitetek meghallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek szándékokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeket a református egyház közösségében Jézus Krisztusban való hitben neveljétek. Feleljétek a következő kérdéseket. Akarjátok-e, hogy a gyermekeknek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségében a keresztény a Szent Egyházba befogadhassék? Isten áldja meg a Szent elhatározásokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával, ő maga önként legyen vallás a Szent Háromság Istenre vetett hitéről, a gyülekezet előtt. Isten áldjon testi és lelki előtt fogadalmat teljesítéséhez. Hajtsd a fejedet és könyörögjük a családért, a gyermekért. Urunk Istenünk, előtte van most egy gyermek, és előtte vagyunk mindnyájan. Előtte van most egy család, és előtte van a gyerekezet. Köszönjük neked, Urunk, a hívó szavadat, amelyen megerősödsz váltott az bennünket, Urunk. Köszönjük neked, megőrizd a családnak az életét, az édesanyának és a gyermeknek az életét. És köszönjük neked, Urunk, hogy szívükbe bátorságot adták, elhozzák gyermeküket, és abban a szövetségben ajánlják, amelyet te kínálsz a számunkra. Köszönjük neked, Urunk, ezt az életet adó örök szövetséget. Legyen meg, Urunk, hogy mi pedig a gyülekezet hatványi valóban otthonává, otthonukká, családjukká. Áld meg, Urunk, szolgálatokat, áld meg mindazt, amit elkészítettél a család életében és a gyülekezet életében. Hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy ma is növeled a te gyülekezetedet, az üdvözlő seregét, azzal a kisgyermekkel. És hiszük, Urunk, hogy az ünnepe is, és a mindenkit is oda kerülhet otthon, illetvényében mennyek országában. Álljunk ezért, Urunk, a háromszor szent neve most, és örökkön. Dániel, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
Kegyelmes Isten pedig cselekedjen meg, hogy ez a gyermek növekedik testben, lélekben, hitben és szeretetben, Isten is embereknek való kedvességben. Ti pedig szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy hívjétek Isten ígéreteit, és gyermekeitek itt, akiket elvitt magának. Isten áldását kérjük így is a gyülekezet nevében. Rá is testvérjük